Bertalan Gellin Viktória zenés műsora is színesítette az Idősek gyermekszemmel című tárlat megnyitóját október 10-én. A családdal, a nagyszülőkkel, szülőkkel együtt töltött idő felbecsülhetetlen, hangzott el a kiállítás megnyitón és képzőművészeti pályázati átadón, amelyet az Idősek hónapja rendezvénysorozat keretében szerveztek meg. Az Idős ember gyermekszemmel című tárlat rendkívüli, fogalmazott Fóris László alpolgármester. Különleges, mert olyan pillanatokat is megörökít, amely egyedülálló, az idős, elesett emberek megsegítését, a közös nagyszülő-unoka kapcsolatot, ami pótolhatatlan mindannyiunk életében, és azt a szeretetteljes odafordulást, amelyre mindönknek szüksége van. Fóris László alpolgármester beszédében elmondta, köszönet illeti az Idősek tanácsát, aki életre hívta a kiállítást, és köszönet a gyerekeknek, hogy ennyi alkotást küldtek be a témában. Az idei esztendőben két intézményből, a Zeleméri László és az Ötvös iskolából érkeztek alkotások. Egy szülőnek, de gondolom a nagyszülőnek is más célja nem nagyon van, mint a gyermeke boldoguljon, de azért valahogy megfelelni a gyermekének, hogy tényleg boldogságban, örömben, egészségben felnevelhessük, és az tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy ő hogyan lát bennünket. Tavaly évben indult ez a program tulajdonképpen, az Idősügyi Tanács Idősek hónapja keretében történt a felhívás, hogy időseket hogyan látja gyermekszemmel, vagy gyermekszemmel az idősek, és most is, ha végignézzük az alkotásokat, akkor az emberben egyrészt a gyermekkora mindenképp újra megjelenik, legalábbis én azt gondolom, hogy így egészséges, hogy ha nagyjából azért a gondolataink összetudnak találkozni a későbbi generáció gondolatával is, és nagyon komoly kimunkált, nagyon szép pályamunkák érkeztek. Fotók, kollázsok, a kézi, különböző kis technikák vannak, amely például egy harmonika szerűen, hogyha egyik oldalról nézem, majdnem 3D-ről beszélhetünk. Ha egyik oldalról nézzük, egy gyermek arc jelenik, még egy másik oldalról egy idős nagymama képe. Nagyon van benne agyagmunka a pályamunkákban. De a legfontosabb talán a fotókon és a puzzle, egy puzzle kép van, ahol szépen összeáll az élettörténet tulajdonképpen, ahogy a gyermekek látják az idősebbeket, vagy hát azon keresztül az életüket, és vélhetőleg a saját jövendőbeli életét is. Nagyon magas színvonalú a munka. A fotóknál azok az elkapott pillanatok, azok az ábrázolások, amikor a nagymama készíti a gyermekkel együtt a süteményt, vagy ott vannak a nyújtótáblánál, hát szerintem ez minden normális család életében elő kell, hogy forduljon, és a képről árulkodik, hogy tulajdonképpen biztos, hogy az egyik legfinomabb, és mivel tudom gyermekként is, hogy egyrészt legőszintébbek az érzelmeink, illetve mai napig is számba vannak azok a süteményeket, amelyet akár a nagyszülő, vagy akár édesanyám is sütött, és azok a süteményeket nem felejti el az ember, és ebben a képben ez egyértelműen tükröződik, ha az arcokat látjuk, az a szeretet, az a gondoskodás, mégis tanítani akarás, az ami türelem, ami egy nagyszülő részéről jelen van, de ugyanígy van egy szilva bontás, ahol a szilvát kibontjuk. Ez is gyerekkoromban annyira természetes volt, mert én még nem bírtam a kezemmel, és a nagyszülők szétpattintottak, kivette a magot, úgy kóstolja meg, hát eleve már a fáról levette, hanem a falról szedtük, de annyira jellemző képek. Egy másik képen, ahol az élet történeteket mutatja be egy csapatnak a munkája, gyermekeknek a munkája, szintén a születéstől egészen az idős korig, és olyan jellemző pillanatokat ragadnak ki, mint a szerelem az egyértelmű, mindenkinél ott megjelenik, a házasság, majd a gyermekszületés, majd a családi ház, a rendezvények, amikor a családi rendezvények megjelennek, és hát természetesen az idős kor egy meglett idős bácsi képében. Vagy van olyan alkotás, ahol a férfi és nő mit gondol a másikról. Ez is csodálatos dolog. Említettem ezt a 3D-st, az megint nagyon-nagyon tetszik. Vagy éppen ami mellett most állunk, egy legyezőszerűen földolgozza azt, hogy melyik életkorban milyen jellemző tulajdonságok vannak, milyen a használati tárgyakon keresztül, az érdeklődési körön keresztül lehet látni, hogy hogyan gondolkozik egy gyermek ma az élet
korokról, különböző életkorokról. De ami a legjobban tetszett, hogy az idős Görbe bácsi nál még ott van a kapa és a gerebje. Ez Hajdúböszörményben annyira jellemző, hogy az idősek még kapálnak, gerebélnek, kertet gondoznak. Remélem, hogy ez nagyon sok fiatalnál megmarad. De említettem a puzzle-t, mindegyik olyan munka, ami gyönyörűséges, látszik, hogy komoly munka van, munkaóra van benne, odafigyeltek, komolyan vették, és hát én azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon fontos, hisz nem akarok ünnepet rontani, de nem régen megjelentek olyan kommentek itt Hajdúböszörményben egy képviselőjelölt tollából is, ami az idősekkel való gondolkozás egyáltalán az idősebb generációt úgy ítéli meg, hogy nem sok haszna van az idősebb generációnak, és azt gondolom, hogy ráébresztett engem is arra, illetve remélem sok valakit, hogy sajnos vannak ma olyan emberek, akik azt gondolják, hogy az idősek teher a társadalom számára, és ez ellen tennünk kell, és így én most sarkaltam a jelenlévőket is, hogy jövőre is ez a pályázat kiírása kerüljön minél nagyobb merítéssel, mert nagyon sokat kell foglalkoznunk a gyerekeinkkel, mert valahol vannak olyan helyzetek, ahol úgy tűnik elromlik valami. Úgyhogy én nagy értéknek tartom, és nagyon köszönöm a pályamunkát, természetesen köszönöm a gyermekeknek, és azoknak a tanároknak, akik ezt a folyamatot segítették, és felkészítők, nagyon látszik, hogy nagyon odafigyeltek, hogy ez színvonalas kiállítás legyen.